Cél a hátrányos helyzetű települések fejlesztése, megalakult a Baranya megyei felzárkózási fórum. Kórházlelkészi szolgálat, együttműködik a Pécsi Egyházmegye és a PTE. AIDS elleni küzdelem világnapja, ingyenes szűréssel életeket menthetnek. Tapasztalatcsere és beszélgetés, érzékenyítő séta roma fiatalokkal. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Infrastruktúrális fejlődés, bölcsöde és óvoda felújítás, gazdasági fellendülés. Többek között ez a célja az újonnan megalakult Baranya megyei felzárkózási fórumnak. Az alakuló ülésen elhangzott, fontos, hogy a térség hátrányos helyzetű településein minél magasabb életszínvonalat biztosítsanak. Felzárkózási fórum alakult Baranyában. A helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan a tagok a térség településein élőket segítik, így biztosítva életminőségük javulását. Az alakuló ülésen Madaras Zoltán köszöntötte a résztvevőket. A Baranya megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a projektek központjában az ember, illetve a közösségek támogatása áll. Számos szakterületen vannak terület. Baranya megyének feltett szándéka, hogy a megye kiemelkedő értékei ebben a munkában is szerepet kapjon. Gondolok itt az oktatásra, a kultúra szerepére, az agráriumra, és sorolhatnám még tovább. Az ülésen Nagy Csaba osztotta meg gondolatait a fórum tagjaival. Az országgyűlési képviselő elmondta, szeretné, ha egy olyan szakmai anyag készülne, ami felméri és bemutatja azt, hogy milyen területeken szenvednek hiányt a megye lakosai. Gondolok itt akár az internetellátásra, amiről most jelentősen előre fogunk lépni, akár a telefonhálózatellátásra, hiszen nagyon sok helyen nálunk a falvainkban még nincsen térerő például, hogy hogyan és mi módon tudnak munkához jutni, a munkahelyre való bejutás vonatkozásában milyen problémáik vannak, hogy tudnak ügyeket intézni, milyen nehézségek állnak előttük, illetve hát társadalompolitikai szempontból mi az, ami a felzárkóztatási programok vonatkozásában előnyt kell, hogy élvezzen, gondolk itt például a szakmák, illetve a betanított munkát tanítására is. A fórum célja, hogy a gazdasági, társadalompolitikai, illetve szociális értelemben hátrányos helyzetű településeken minél magasabb életszínvonalat biztosítsanak. December 8-án délelőtt 10 órától egésznapos programsorozat kezdődik a Zsolnai negyedben lévő Herkules műhelyben, ahol minden korosztály talál majd magának szórakozást. A rendezvényen a kicsik építőkockákkal játszhatnak, míg a nagyok a gasztrosuli mézes kalács készítő foglalkozásán vehetnek részt, az anyukák pedig egyedi karácsonyi díszeket is készíthetnek. Ezekkel és még több programmal készülnek a szervezők a Zsolnai negyedben. A boszniai Mostár régióval alakított ki testvérmegyei kapcsolatot Baranya. A megye vezetősége Nevenkó herceg meghívására látogatott el a balkáni országba. A találkozón gazdasági és kereskedelmi lehetőségekről tárgyaltak a felek. Madaras Zoltán elmondta, mindkét térség hasonló területen kiemelkedő, így a gép, illetve a faipar is fontos tényezők. A Baranya megyei közgyűlés elnöke hozzátette, a jövőben még több ilyen közös rendezvényen szeretnének részt venni Bosznia-Hercegovina ezen régiójának képviselőivel. A legfőbb cél, hogy a bosnyák, a horvát és a magyar vállalkozásokat minél közelebb hozzák egymáshoz. A találkozó után a balkáni ország fővárosába is ellátogatott a baranyai vezetőség. Szarajevóban a Országos Külkereskedelmi Kamara meghívásának tettünk eleget, ahol 24 vállalkozást képviselt a megye, illetve a vállalkozásoknak a tulajdonosai, akik bemutatkozhattak a bosnyák kamarában, illetve a bosnyák vállalkozásoknak. Mindenképpen szeretnék lehetőséget adni, mert egy hatalmas felvevőpiac is lehet, illetve arra is lesz lehetőség, hogy a boszniai cégnek a szabad kapacitásait azt pedig Magyarországon kamatoztassák. Országos konzultációs sorozatot indít Hoppá Péter miniszteri biztos, ezt jelentette be a politikus Pécsen pénteken. A kulturális alapellátásért felelős biztos elmondta, hogy az utóbbi 4 évben jelentős eredményeket értek el, hogy minél többen jussanak hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, programokhoz, amikhez ezelőtt például a lakhelyük vagy szociális körülményeik miatt kevesebben tudtak elérni. Azonban Hoppá Péter szerint még mindig van mit tenni, ezért indítja el az országos konzultációt.
akadálymentesítsük a kultúrához való hozzáférést mindenki számára, minden magyar állampolgárhoz. Érjünk el az értékes kultúrához, járuljunk hozzá ezzel az ő életük minőségének növeléséhez. Ezért ezt ma már törvényi szinten szabályozva teljesíteniük kell az intézményeknek és az önkormányzatoknak. Azt szeretném látni a konzultáció során, ma először Pécset, holnap már megyünk Békés Csabára, és a jövő héten pedig Budapesten fogjuk tárgyalásokat folytatni. Azt szeretnénk látni, hogy az eredményeket figyelembe véve milyen újabb sebességfokozatokba tudunk kapcsolni. Nyilván forrásokat is kell majd mozgósítani. Mint ismert, a kormány újabb támogatást nyújtott a Harkányi Gyógyfürdő strandépületének jelenleg is zajló felújításához. A kivitelezés folyamatban van, amelynek során azonban pótmunkai igények jelentkeztek. A beruházás befejezésének határideje eredetileg ez év december 31-e volt, azonban a felmerült pótmunkaigények további pénzügyi forrást és kivitelezési többletnapokat is igényeltek. A megvalósítást követően a műszaki átadás átvételi eljárás február elejére, a teljes elszámolás és a projekt zárása pedig jövő év nyarára várható, tájékoztatta a bama.hu-t Markovics Boglárka, a Harkány jegyzője. A strandépületben bővítik a pihenőt és az éttermi részt, komplett wellness részleget alakítanak ki, felújítják a vízes blokkokat és az öltözőket, illetve akadálymentesítik az épületet. Az emeleten tornatermet alakítanak ki, illetve a tetőt is szigetelik. Januártól a Pécsi Egyházmegyében is szervezett keretek között fog zajlani a kórház lelkészi szolgálat. Erről írt alá együttműködési megállapodást a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Tudományegyetem pénteken délelőtt. Az év elejétől rendszeresen látogatnak el minden pécsi kórházba az egyházmegye önkéntesei, emellett egy telefonos ügyfélszolgálatot is működtetnek december 1-től. Ez a kápolna a 400 ágyas klinika épületében kapott helyet pár évvel ezelőtt. Januártól viszont nem csak az itt elmondott imák fognak segíteni a betegeknek, hiszen rendszeresen látogatnak el minden pécsi kórházba az egyházmegye önkéntesei, hogy a betegeket megszólítsák, akik igénylik, azokkal beszélgessenek és imáikkal is támogassák őket. Erről írt megállapodást pénteken délelőtt a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Egyházmegye. Lehetőséget kívánok biztosítani mind a betegeknek, pedig a hozzátartozók és az intézmények dolgozói számára is, hogy hitükben tudjanak megerősödni, és tényleg azt az embert szolgálni, akik mi magunk vagyunk. Mindemellett a Pécsi Egyházmegye egy telefonos ügyfélszolgálatot is működtetni fog december 1-től. Az egyetemnek is fontos, hogy a gyógyító tevékenység mellett a betegek egyéb igényeire is odafigyeljenek. Az egyetem és az egyházmegye közötti együttműködés nagyon hosszú idő óta fennáll, 1367 óta fennáll tulajdonképpen. De szerintem nagyon helyes az, hogyha közös célokat tűzünk ki. Nyilván a jelen pillanatban egy olyan ügy mentén tűztünk ki közös célokat, amelyek mind a két szervezet számára fontosak, ugye nyilván a püspökség számára érthetően spirituális okokból, az egyetem számára meg talán ugyanezért. Az együttműködési megállapodást Udvardi György megyés püspök, Gabriel Róbert rektor helyettes és Jenei Zoltán az egyetem kancellára látta el kézjegyével. Télen a duplájára emelkedik a lakástüzek száma, írta az MTI-hez eljutatott közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Advent első vasárnapja előtt külön felhívva a figyelmet az adventi koszorúk által okozott tüzekre. Azt írták, csak olyan adventi koszorút vásároljanak, amelyiken a gyertyák alatt tűzálló anyagból készült alátét van, így ha leégnek a gyertyák, akkor sem terjed át a tűz a meleg lakásban kiszáradt jó légű koszorúra, onnan pedig az egész lakásra. Ha valaki maga készíti el az adventi koszorút, vásároljon a gyertyák alá tűzálló alátétet. December 1-e az AIDS elleni küzdelem világnapja. Ebből az alkalomból hívták fel a figyelmet az ingyenes HIV vírus szűrésére az egyetem infektológia tanszékén. Jelenleg 26 AIDS-es beteget kezelnek a klinikán, a szűréssel azonban meg lehet akadályozni, hogy kialakuljon a betegség, ha időben megy el a tesztre az érintett. Ugyanis gyógyszeres kezeléssel olyan alacsonyra szorítható a kórokozók száma a szervezetben, hogy nem alakul ki a végzetes betegség. Ez a PTE klinikai központ infektológia tanszékének laboratóriuma. Itt végzik azt az ingyenes HIV szűrést, amit stábunk is kipróbált pénteken. Hazánkban emelkedik az új megbetegedések száma, ezért fontos a szűrés. Ezt szeretnénk általában az AIDS világnapja alkalmából hangsúlyozni, hogy a szűrés igenis fontos, mindenki, aki aktív szexuális életet él, menjen el szűrésre, ismerje meg a HIV státuszát, aki a rizikócsoportba tartozik, szánjon rá évente fél órát az életéből, hogy a hatékony kezelésnek köszönhetően akár évtizedeket nyerhessen a terápiával.
Pécsen is több beteget kezelnek, mint tavaly. Nőtt az éces betegek száma. A férfiaknál gyakoribb ez a gyilkos kor. 85-90% férfi, körülbelül 10-15% nő. Ugyanezt a statisztikai megoszlást mutatja a pécsi centrumunk is. Jelenleg 26 beteget kezelünk, ami a tavalyi évhez képest elég szép esetszám növekedés, hiszen 10 új betegünk van. Azonban, ha időben észlelik a HIV-fertőzést, akkor ma már gyógyszeres kezeléssel meg tudják akadályozni, hogy kialakuljon náluk az AIDS betegség. Ezért kell a szakorvos szerint rendszeresen szűrésre járniuk azoknak, akik gyakran váltogatják szexuális partnereiket. Idén 6. alkalommal tartják meg a Mikulás kerékpár elnevezésű eseményt, amely során elsősorban gyerekeknek szeretnének kedveskedni a piros jelmezes kerékpárosok egy kis édességgel. Az esemény fő célja a kerékpározás népszerűsítése, a sport fontosságára való felhívás, új emberek megismerése és egy kis örömszerzés. Az akció december 2-án indul a pécsi Nagy Imre útról délután 3 órától. Pécs keleti városrészébe hívta az érdeklődőket egy közös barangolásra az Utcú Alapítvány. Ezek a séták egyedülállóak, hiszen az alapítvány roma önkéntes fiataljai vezetik. Ők osztják meg a környékkel kapcsolatos személyes tapasztalatokat, és beszélnek egy többnyire romák által lakott városrészről. Így hozzájárulhatunk a környék értékeinek a felfedezéséhez, a félelmek és előítéletek csökkentéséhez. Csak sétálj mellettem és légy a barátom. Ezzel a mottóval hívta a fiatalokat az Utcú Alapítvány, hogy együtt fedezzék fel a messzesi városrész múltját és jelenét. Ezúttal Ignác Andrea osztotta meg a környékkel kapcsolatos személyes tapasztalatait az érdeklődőkkel, és beszélt egy többnyire romák által lakott városrészről. A séták során a résztvevők bármilyen kérdést feltehetnek. A válaszadók roma származása és a területhez köthető személyes élményeik teszik hitelessé a közös sétákat. Én most már 6 éve lesz nem sokára, hogy önkéntesként dolgozom az utcunál. Először Pesten, amikor Pesten éltem, akkor ott az ottani csapatot erősítettem, úgymond. És most visszaköltöztem Pécsre, úgyhogy most már így a pécsi csapattal dolgozom együtt, és a sétákat pedig így most kezdtük el igazából kifejleszteni, illetve működtetni. Az Utcú Alapítvány 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy csökkentsék a sztereotípiákat a többségi társadalomban, hogy párbeszédet, interkulturális találkozásokat kezdeményezzenek romák és nem romák között. A legutóbbi pécsi sétán a fiatalok ellátogattak Rácné Kalányos Gyöngyi festőművész lakásába is, és megcsodálták alkotásait. Nem szabad elfelejteni se a cigány nyelvet, se a kultúrát, se a hagyományt, se a szokásokat. Ez fontos, hogy tudják a fiatalságok. Ezért festem meg, hogy ne felejtsék el. Én ezért tartom azt, hogy fontos legyen, mert hogyha egy cigány gyerek nem tudja a szokásokat, a hagyományokat, ez elég szomorú dolog ránézve. Ezekkel a sétákkal az Utcú Alapítvány célja, hogy együtt fedezzék fel a környék értékeit, és hogy csökkentsék a félelmeket és a romákkal szembeni előítéletet. Az elmúlt 24 órában 2 körözött férfit fogtak el a rendőrök Pécsen. A Budai Vámnál igazoltatták a rendőrök november 29-én azt a 27 éves szentlőrinci férfit, aki ellen a pécsi járásbíróság lopásvétsége miatt adott ki elfogató parancsot, ezért a rendőrök elfogták és átadták a körözést elrendelő szervnek. Ugyanezen a napon egy 18 éves pécsi férfit igazoltattak a rendőrök a Diófa utcában. Az adategyeztetés során kiderült, hogy a férfi ellen a pécsi járási és nyomozó ügyészség adott ki elfogató parancsot hamis vád büntette miatt. A rendőrök a férfit elfogták, őrizetbe vették és átadták a körözést elrendelő szervnek. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Nem lesz helyi adóemelés jövőre Szekszárdon. A megyeszékhely célja, hogy továbbra is befektető barát település maradjon, így az sem elképzelhetetlen, hogy évközben kedvezményeket érvényesítenek majd egy-egy adó nem tekintetében. 20-nál is több napi rendi pontot tárgyalt a szekszárdi közgyűlés novemberi rendesülésén, ezek között szerepelt az adórendeletek felülvizsgálata. Az biztos, hogy 2019-ben nem lesz emelés. Most tulajdonképpen nem nyúltunk a helyi adókhoz, ez a végkonklúziója ennek a napi rendi pontnak, hanem fenntartjuk azt a lehetőséget, hogyha úgy érezzük, úgy gondoljuk, akkor a jövő vonatkozásában esetlegesen kedvezményeket tudunk majd a befektetőknek biztosítani, de szeretnék ezzel azért óvatosan bánni,
hiszen ez a lehetősége számunkra az elmúlt években nem volt adott, és akkor is zajlottak beruházások és jöttek befektetők. Szeretnénk, hogyha mindenki igazságosnak érezni a rendszert. A meglévő szekszárdi ipari parkban már elfogytak a helyek, ezért bővítésként egy majd egy hektáros területet vásárolt az önkormányzat, emellett egy 100 hektáros területen már zajlik a kialakítása a másik ipari parknak, amit a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő ZRT kezel. Az első ütem területei már itt is elkeltek. Múlt héten volt itt egy svájci tulajdonú cég, aki szűkítve folyamatosan a kört, most jelenleg ott tart, hogy úgy néz ki, Szekszárdon fog majd letelepülni, kifejezetten innovatív, magas hozzáadott értékű technológiát fog majd idehozni, reméljük, hogy az első megtelepülőként ők majd aztán vonzák ide a többieket is. A munkaerő hiány Szekszárdon is problémát jelent, ezért indított programot az önkormányzat 2 évvel ezelőtt a helyi szakképzés fejlesztésére, ezzel is segítve a megfelelő szakemberállomány biztosítását az ide települő cégek részére. A nyilászárók és konvektorok mellett megújult a belső burkolat, valamint egy mozgáskorlátozott WC-t is kialakítottak a kaposvári szociális központban. Az épületet a Német István program keretében renoválták. Az átadón Szita Károly, Kaposvár polgármestere kiemelte, a cél, hogy a beruházások hozzájáruljanak az életminőség javulásához. 152 millió forintból újult meg a Kaposvári Szociális Központ, a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete és az Indit közalapítvány közös épülete. A külső nyílászároknak a cseréje, amire nagyon nagy szükség volt, egy fa nyílászárok voltak, ami ugye energetikailag nem volt éppen megfelelő. Azon kívül a Kaposvári Szociális Központ mozgáskorlátozott vécével lett gazdagabb, amire szintén egy szociális intézmény be muszáj, hogy legyen. Aztán fűtéskorszerűsítési munkák történtek, a radiátorok nagy része le lett cserélve, és aminek én még külön örülök, hogy szabályozható fűtésrendszerünk lett. De megújult a tetőszerkezet is, valamint egy akadálymentes parkolót is kialakítottak az intézmény udvarán. Az épület modernizálása mellett új eszközök vásárlására is lehetőség nyílt. A beruházás legfontosabb célja a közösségek megerősítése, ezt már Szita Károly Kaposvár polgármestere mondta. A beruházások végeztével minden kaposvárinak jobb legyen. A Német István programban az egészségügy, a kultúra és a turizmus fejlesztése mellett az ilyen jellegű beruházásokra is jut pénz. Azért mondom, hogy a város legfontosabb értéke a közösség, mert ennélkül nem tud létezni egy település, mint hogy nem tud létezni szerintem egyik ember a másik nélkül sem. És ha bár mindegy egyes beruházásnak, amit végzünk ennek a több mint 180 milliárd forintnak a keretén belül, van valami közösségépítő, közösségformáló tartalma, és minden egyes forint meg sokszorozódik akkor, hogyha erre költjük. A cél, hogy a Somogyi megyeszékhely a gazdaság minden területén előrébb lépjen. Birtokba vették a város sportegyesületei a felújított Kalász János sportcsarnokot Bátaszéken. A felújításra 61 millió forintot fordítottak az önkormányzat költségvetéséből. Ebből a létesítmény parkettája újult meg, és az épület energetikai korszerűsítésen is átesett. Az atlétapalátnák edzenek a megújult Bátaszéki sportcsarnokban. Az épület 35 éve nem esett át felújításon, és ez meglátszott a küzdőtéren és a fűtésszámlán is, mondta Bozsonik Robert polgármester. Ebből a 61 millió forintból megépült és átépült a küzdőtér, teljes egészében új rétegre, lakkozásra, festéssel. Ez nagyon nagy vívmánya, úgy gondolom, a felújításnak. Sikerült a lenti közösségi vizes blokkhelyiségeket teljes egészében felújítani, erre is nagyon nagy szükség volt. A csarnokot rendszeresen használó egyesületek közül a kosárlabdázók emelkednek ki, akik egy év alatt 3 új korosztályt is az új padlóra tudtak vinni. Pomsár Szilvia edző azt mondja, jelentősen más ma már itt edzeni, mint a felújítást megelőzően. Nagyon jó érzés az is, hogy nyilván a hazai meccseket itt játszunk le, és azért a vendégcsapatokat is úgy tudjuk fogadni, hogy egy szebb környezetben, jó körülmények között. Nyilván a parketta is számít ebbe, az öltözők, a mosdók felújítása. A beruházás nem fejeződött be, mondta Bozsolik Róbert. Amennyiben pályázati forrás áll majd rendelkezésre, egy bővítés épül a jelenlegi épület mögé, amit majd a nem labdajátékokat űző egyesületek vehetnek majd birtokba. A hagyományőrzéstől kezdve a történelmi látványosságokon át a wellness és más kikapcsolódási lehetőségekig számos programot nyújtanak a Balaton háttértelepülései. Ezeket fogja össze a most megalakult Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület.
Évente több ezeren látogatnak el Buzsákra, ahol a helyieknek köszönhetően még mindig él a magyar néphagyomány, de sokan keresik fel az országszerte híres gyógyvizes termálfürdőt is Csisztapusztán. Van egy melegvízünk, egy termálvízünk, a csisztapusztai termálvíz. Másodszor Buzsákon vannak népművészeti értékek, van a népművészeti hagyományunk, a hímzésben és a faragásban látszik. Nem csak Buzsák, hanem a tőle 20 kilométerre található Nagyberek is kedve turisztikai célpont. Próbáljuk azokat a turisztikai adottságokat kihasználni, mint nálunk például a Fehérvízi Ősláp, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik, de maga Majorság is egy turisztikai attrakció, hiszen ez egy régi hunyadi majorság, ami ma már elmondható talpra hát. Nyaranta több tízezre látogatnak el a magyar tengerhez, azonban nem csak a Balaton, hanem a hozzátartozó háttértelepülések is színes attrakciókkal várják szinte egész évben a turistákat. A hagyományőrzéstől kezdve a történelmi látványosságokon át, a wellness és más kikapcsolódási lehetőségekig számos program lehetőséget nyújtanak a kis falvak, városok. Ezeket fogja össze a Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület. Azt gondolom, hogy nem csak beszélni kell arról, hogy egész évben Balaton, hanem tenni is kell érte, és ezért nem csak azok tudnak tenni, akik közvetlenül a parton élnek, hanem a parthoz közeli településeken is, ahol vagy szálláshely, vagy olyan egyedi attrakció van, ami önmagában talán nem jelent olyan vonzerőt, hogy oda családok kiránduljanak, de hogyha ezeket egy rendszerré fűzzük össze, akkor bizony igen. Az egyesülethez eddig több mint 20 település és vállalkozás csatlakozott. A tervek szerint a szervezet már jövő nyárra kidolgozó stratégiával kezdi meg működését. Híradónk végén fontosabb aranyai témáink még egyszer röviden. Cél a hátrányos helyzetű települések fejlesztése, megalakult a Baranya megyei felzárkózási fórum. Kórházlelkészi szolgálat, együttműködik a Pécsi Egyházmegye és a PTE. AIDS elleni küzdelem világnapja, ingyenes szűréssel életeket menthetnek. Tapasztalatcsere és beszélgetés, érzékenyítő séta roma fiatalokkal. Szombaton túlnyomóan felhős lesz az ég, nyugaton helyenként hószálingózás, gyenge havazás is kialakulhat a nap első felében. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz, hajnalban mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a leghidegebb, nappal mínusz 2 plusz 3 fokot mérhetünk. Vasárnap változóan napos, felhős időre készülhetünk, említésre méltó csapadék nem valószínű. Északnyugaton megélénkül a délkeleti szél, reggel még hideg lesz, de napközben enyhül az idő, 0 és plusz 7 fok közötti maximumokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!